Mindössze egy személy volt az, aki ittasan vezette a járművét. Vele szemben a szekszárdi rendőrkapitányságon büntető eljárást kezdeményeznek. El kell mondani, hogy a Szüreti Fesztivál ideje alatt az elmúlt években számos ittasság ellenőrzést hajtottak végre a kollégáim, és az idei éve akciója sikeresnek mondható volt, hiszen a korábbi évek tapasztalataival szemben alig volt az járművezető, aki ittasan vezetett volna.